mindenki kap majd egy darabot belőle. Szalagátvágás az udvaron, az épületben pedig lázas munka folyik. Már dolgoznak a cukrásztanuló diákok az új dombóvári tanüzemben. Nekem nagyon tetszik az, hogy kreatívan lehet dolgozni. Szeretem az ilyen habos, babos, kis pepecselős munkákat, és én ezért szeretnék cukrász lenni. A cukrász műhely egy helyi vállalkozónak köszönhetően épült meg. Topa Imre eredetileg ide egy kömüveses ács tanuló bázis tervezett, ám azt mondja, az elmúlt hónapokban egyre többen keresték meg azzal, hogy szükség lenne a városban egy konyhára, ahol a cukrász tanulóknak tudnak gyakorlati képzést nyújtani. Szeptembertől kialakítottunk gyorsan egy kis területet. Szerencsére sikerült nagyon jó pályázati forrást hozzá szereznünk a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével, illetve a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán keresztül Európai Uniós támogatást, visszaremtérítendőt. Dombóváron néhány hónapja zárt be az addig itt működő cukrásztanulóbázis, pedig egyre több diák választja a környéken ezt a szakmát, ezért lépett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tolna megyében elég kevés képzőhely foglalkozik cukrásztanulókkal, és itt Dombóváron volt városos lakásgazdálkodásnál egy képzőhely, ahol megszüntették a képzést, ezért volt nagyon sürgős és nagyon fontos, hogy ez a képzés valamilyen szinten pótolva legyen. A dombovári üzemben most 15 diák tanulja a cukrász szakmát, a tervek szerint jövőre pedig legalább ugyanennyien kezdik meg itt a gyakorlati képzést.